Győr-Moson-Sopron megye földjein dolgoznak a kombájnok. Még tart az aratás, amely az időjárás miatt idén legalább két héttel később kezdődött. Hála Istennek az aratás nagyon jó ütemben halad, ugyan voltak mikrotérségek, ahol az eső félbe vagy megszakította az aratást, de azt hiszem, hogy nem okozott az eső annyi kárt, mint amennyi hasznot hozott, hisz mindannyian tudjuk, hogy nagyon nagy aszály, illetve szárazság volt már a megyénkben, viszont az nem kellett volna, hogy két havi csapadék egy-egy mikrotérségre rázódul, de azt hiszem, hogy ott sem haragszanak az időre a gazdák, az időjárásra, hisz mindannyian tudjuk, hogy az éltető vízre nagyon nagy szükség volt már, és én most látom, ahogy így járom a megyét, ott, ahol még az eső megérkezett és normális mennyiségbe esett le, ott az őszi kapások, kukorica, szója, cukorrépa nagyon megélénkült, felélett, úgyhogy most már akinek jó kukoricája van, az bízhat az őszi kukorica termésbe. Az őszi árpa és a repce aratása már teljesen befejeződött. A búzának a 70%-át takarították be. A tavaszi és a nyár eleji aszály ellenére a terméshozam mennyiségére és minőségére nem lehet panasz. Az esők előtti minőség az nagyon jó, az esők utáni minőség szerintem az se romlott annyit, mint amennyi hasznot hozott az eső magával. De nem kell aggódni, én úgy látom, hogy lesz bőségesen kenyérnek való, hisz a megye területén mindenhol nagyon jó, hát a körülményekhez képest nagyon jó átlagtermésekről számoltak be. Itt egyedül a repce volt olyan, aminél a vártnál kevesebb volt az átlagtermés, ezért 2,1 és 2,5 tonna között volt, a buza átlagtermése az el fogja érni nagy valószínűséggel a 6 tonnát, őszi árpa az már az elmúlt évekhez hasonlóan a 6,5-7-8 tonnás termésekről számoltak be. Én úgy érzem, hogy ha így folytatódik, és a kutatás, fejlesztés is a gabonáknál, illetve a vetőmagoknál így halad, mi is elérhetjük a 10 tonnás buza átlagterméseket, ami már Nyugat-Európában nem ritka. A megyei elnök hozzátette, ehhez azonban az kell, hogy a kutatás, fejlesztés folyamatos legyen. Itt mindenkinek muszáj fejleszteni, aki fenn akar maradni, és továbbra is az agráriumban szeretne dolgozni. Itt nem megengedhető az, hogy nem fejlesztek, hisz most megint visszagondolhatunk csak a II. Világháború 1945-ös átlagtermésekre, amikor ilyen 8-900 kiló termett hektáronként. Most ugyanezt tonnába, 8-9 tonna, ha jól megnézzük, hogy hova jutott a világ, és ez mind a digitalizáció, a gépesítés és a szakértelemnek köszönhető. Várhatóan augusztus első hetében a megye földjein a szalma bálázásával befejeződik az idei aratás.